Augusztusban folytatódott a Rajta Újváros Egyesület által szervezett Dunaújvárosi Estek elnevezésű sorozat. A vendég Vona Gábor volt, a második reformkor alapítvány elnöke. Nem először járok Dunaújvárosban, úgyhogy egyrészt hazai pálya valahol nekem, a polgármester úrral baráti a kapcsolatunk, talán ezt sokan tudják, és nem titok. Másrészt van egy, hát ha lehet így fogalmazni, önző szempont is, amiért örömmel fogadtam el ezt a felkérést, ugyanis ezen a mai napon jelenik meg, vagy jelent meg, vagy jött ki a nyomdából az új könyvem. Úgyhogy itt Dunaújvárosban, ezen a rendezvényen tudom bemutatni, ami nekem egy nagy lehetőség és egy nagy megtiszteltetés is egyben. Júliusban sikeresen debütált városunkban a Kalandpark Fesztivál. A győztes csapaton ne változtass elvet követve augusztusban a második rendezvény alapjai megmaradtak. A kertmozi sikerén felbuzdulva most viszont több filmet választottak a szervezők. Ismét volt Kisvonat, ezúttal a római város részből, de arcfestés és mesesarok is várta az érdeklődő dunaújvárosiakat. A pódiumbeszélgetés résztvevője Koltai Róbert volt. Egyáltalán a Dunaújváros, Sztálinváros nekem a gyerekkor. A szüleim fiatal évei, a testvéreimmel éltünk itt, és nagyon sok csodálatos barátom volt, akikkel sokáig tartottam a kapcsolatot. Ma már csak a Kocsalaci egykori osztálytársam, aki itt a vasműben is komoly vezető volt, úgy tudom. Ismét bebizonyosodott, hogy Dunaújváros és persze a város környék lakói igenis kedvelik, sőt igénylik a színvonalas fesztiválokat. Erre egy újabb ékes bizonyíték a tavalyi augusztus 20-a volt, ahol már napközben is sokan voltak, az esti koncertre pedig megint csak megtelt a Szalki-sziget, hiszen hazatért a Quimby. Évente egyszer legalább, sőt volt idő, amikor kétszer jöttünk, és a Dunaújvárosi közönség tenyerén ünnepelhettünk, és ez a része nagyon hiányzott, tehát ez nagyon jó, hogy ez megjön. Igazából Dunaújváros adta meg azt a lökést nekünk, hogy azt, amit csinálunk, azt esetleg csinálhatnánk, folytathatnánk, vagy valami. Legelőször ugye itt alakult ki egyfajta mikrokozmoszunk, egy közönségbázisunk, ami arra sarkalt minket, hogy utána ezt az egészet folytassuk, tehát visszakötöttünk, és ha visszatekintek, attól az időben, és ha mondjuk nem számolom azt, hogy egy pár évig nem játszottunk, vagy nem lehetett, akkor azért Dunaújváros volt talán az a város, ahol azért a legtöbbet játszottunk. Igen, és azért köszönjük a kezdeti teltházakat, mert ahogy a Tibi mondja, az Elkedmeni Miskolc, amire megtapasztaltam, milyen 50 embernek játszani, meg 30-nak. Szóval itt már a gimitől kezdve mindig teltházunk volt. A nagy sikerre való tekintettel 2023-ban is megrendezték a Resti Bisztró munkatársai a Resti Családi Napot utcabállal egybekötve. Az egésznapos rendezvényen kicsiket és nagyokat színes programok vártak, este pedig koncertek szórakoztatták a látogatókat. Ezt most már hagyománynak is nevezhetjük akkor, hiszen nem az első alkalom. A tavalyi évben nagyon jól sikerült ez a rendezvényünk, ezért most ismét úgy döntöttünk, hogy megrendezzük, csak annyi, hogy a helyszín ugye egy kicsit közelebb van a maga a bázishoz, az étteremhez. Ugye az egész vasműtat itt előttünk lezártunk, és akkor ide várunk mindenkit szeretettel. Vannak gyermekek számára a programok, illetve hát nyilván hogy majd a délutánban, illetve az estében haladunk, az a felnőttek számára is lesznek programok. Egészen este 9 óráig különböző előadók, koncertek lesznek, a gyerekeknek ugrálóvárak, trambulinok vannak, természetesen enni, inni lehet, vattacukor, popcorn, kürtös kalács, minden, ami szemszájnak ingere, és akkor tulajdonképpen délután 3 órától kezdődnek azok a programok, amik inkább a felnőtteknek valóak. Ezek voltak 2023. augusztusának legemlékezetesebb eseményei. Híradóinkban folytatjuk visszatekintésünket a mögöttünk hagyott esztendőre.